üdvözletünk! Sokan azt gondolták, hogy a Colin McRae sorozat elárkádosítása és dörtté válása után nem lesz sohasem egy élvezhető szimulátoros, de ugyanakkor a casual játékosok számára is élvezhető rallijáték, ami nem akar mást, csak szimplán szívünkbe lopni a sárdagasztást. Sokan mondhatjátok, persze joggal, hogy ott a Richard Burns Rally, ami még ma is szinte tökéletes szimulációjáról híres, de ha egy átlagos játékos merészkedik a kormány mögé, annak beletörhet a bicskája. Korábban tehát hiánycikknek számított a mindenkit kielégítő rallis cím, és miután a Codemaster sem kívánt foglalkozni a dologgal, a feladat a Milestone csapatának ölébe hullott. És hogy mit tettek vele? Sokak szerint meggyalázták a műfajt, és előző két játékuk csak paródiának tekinthető. Azért én nem lennék ennyire szűrös szívű, bár az kétségtelen tény, hogy sem az első, sem pedig a második epizód nem váltotta meg a világot. Érezték ezt a fejlesztők is, ezért a VRC 3 fejlesztésével kapcsolatosan ígértek nekünk fűtfát. Sisakot föl, navigátort a kesztyűtartóba, nézzük meg, mit is kapunk idén rally címszó alatt. Kezdésként azt fogjuk legelőször is megtapasztalni, hogy ismételten egy újabb dizájnnal ellátott menüt kapunk. Ez most színesebb, képregényesebb, de semmiképpen sem mondanám jobbnak a korábbiaknál. Ez a metódus egyébként nagyjából igaz az egész játékra, vagyis az előző dolgot kukázták, aztán csináltak helyette valamit, ami vagy jobb, vagy rosszabb, de ezekre mindjárt részletesebben is rátérünk. A menüben navigálva örömmel vehetjük észre, hogy lehetőségeink nem csökkentek az előző részek óta. Indulhatunk szakaszokon, országokon, vagy épp világbajnokságon, a WRC Experience menüpont alatt, de a Road to Glory-ban karrierünket is egyengethetjük, míg aki az online örömök felé kacsingat, az a multiban élheti ki magát. A játékban minden és mindenki szerepel, aminek vagy éppenséggel, akinek csak egy kis köze is van a 2012-es rallyhoz. 13 ország, több mint 70 szakasz és 36 gépjármű áll rendelkezésünkre, úgyhogy remélhetőleg egyhamar nem fogjuk megunni a dolgot. Az autók egyébként három kategóriába kerültek, és természetesen a VRC-ben, a Class 2-ben és a Class 3-ban az összes modern kedvencünk szinte egytől egyik szerepel, úgyhogy én örömmel pattantam az Impreza műszerfala mögé, de aki esetleg inkább a klasszikusokat kedveli, az is boldogan ugrálhat örömében, hiszen kapunk Lancia Delta Integrálét, Toyota Celica Turbót és Ford Escortot is, bár ezekhez már a karriermódban kell vitézkedni. Szögezzük is le, hogy a sima szakaszok és bajnokságok abszolválása sem rossz móka, de az igazi kihívást a karrier jelenti, ahol az elején egy 0 XP-vel rendelkező lámával kezdünk, hogy jó pár óra és meg annyi szakasz után elfoglaljuk jól megérdemelt helyünket a dobogó legfelső fokán. Persze ezt könnyebb mondani, mint kivitelezni, hiszen a szponzorok megnyerése és a fejlesztések beszerzése nem az egyik pillanatról a másikra történik, itt bizony minden az időn múlik. Az ívüntök és a különböző kihívások teljesítése után csillagokat kapunk, melyekből bizonyos számú kell az újabb futamok megnyitásához. Érdemes megjegyezni, hogy a vezetési stílusunkat is sas szemmel figyeli a program, úgyhogy ha sokat csapódunk, vagy épp percenként tolunk egy szaltót, a csillagok nem az értékelésünknél fognak megjelenni. Érdemes tehát okosan vezetni, sokat driftelni, és persze vigyázni a kocsinkra, ami azért is fontos, mert a javításokat továbbra is nekünk kell eszközölni. Egyébként ezzel a csillagos rendszerrel értelmüket veszítették a szponzorok, na meg a fejlesztéseket is a megszerzett csillagjaink számához kötötték, így ezen a téren egyszerűsödött a játék. A szakaszok minél jobb idő alatt történő teljesítése mellett ezúttal a VRC történetében újszerűnek számító játékmódokat is kapunk, mint például mikor a pályán elhelyezett táblákat kell lekaszálnunk, esetleg a Forza Horizonhoz hasonlóan helikoptert vagy repülőt kell lenyomnunk, na meg persze a driftelésre összpontosító futamok sem maradhattak ki. Nos, eddig nincs is baj, és rendszerint a korábbi részek hibája sem az volt, hogy kevés tartalom került a négy kerék közé. Rendszerint azon hasaltak el a Milestone előző rallis játékai, hogy a grafika ronda volt, az irányítás baltával faragott, ezt pedig megtámogatták egy olyan fizikával, amitől Newton rögvest feladná nézeteit. Bár ezek a hibák leginkább az első VRC játékokra voltak jellemzőek, a második rész nem tudott annyit fejlődni, hogy ezeket teljesen kiküszöbölje, és most szólok mindenkinek, ez most sem sikerült teljesen, de a srácok jó úton haladnak. Kezdésként kidobták a motort, és helyette készítettek egy újat, ami ugyan nem ér fel a dirt szintjére, de kétségkívül jobban fest. Az autók szokás szerint valósághűek, csinosak, és azt kell, hogy mondjam, néhány helyen még a pályák kivitelezése is jóval szebb lett. Sokkal jellegzetesebbek, változatosabbak lettek a helyszínek, már kevésbé vagyunk korlátok közé zárva, szabadabb mozgástérhez lehet szerencsénk. Szóval érződik a fejlődés, ráadásul végre már időjárás effektet is kapunk, és meg kell, hogy mondjam,
baromi látványosan fest a víz a karosszérián. Az előző részhez képest fényévekkel jobbra sikerült a látvány, és ezért jár is a pacsi a fejlesztőknek, de ez azért még mindig nem egy 2012-es szint. Pozitívum továbbá, hogy az autók szépen törnek, zúzódnak, koszolódnak, bár ez nekem már korábban is tetszett. Nem csak a külcsíny újult meg teljesen, hanem a belbecs is, úgyhogy javított fizikát, illetve irányítást is kapunk a motorház alá, ami egészen jó lett. Kormánnyal sajnos nem volt lehetőségem tesztelni, de kontrollerrel és a személyi számítógépes verziót tolva billentyűzettel is könnyedén terelgethetőek a masinák, persze csak a bekapcsolt segédek mellett. Kikapcsolásuk esetén már jóval nehezebb dolgunk lesz, főleg ha a gépi ellenfelek erősségét is feltoljuk az egekbe. Megmondom őszintén, klaviatúráról ilyen beállításokkal nem volt túl sok örömöm, kontrollerrel azonban néha már befértem az első 200-ba. Szerencsére széles kerekek, akarom mondani keretek között skálázható játék, úgyhogy a szimulátor őrültek is izzadhatnak, de aki csak szórakozni akar, az is megtalálja majd a számítását. Mint már említettem, a multi sem maradt ki a jóból, egyszer akár 16-an is megmérkőzhetünk a súlyos XP-kért. Persze a többiek csak szellemautóként vannak jelen a korábbi részekhez hasonlóan, így nem érezzük roncsderbinek a futamokat, de páran még így is bepróbálkoznak. Néha azért össze tudnak zavarni az ide-oda kacsázó szerencsétlen sódampalánták, azonban hál az égnek egy kattintással ki lehet kapcsolni őket, és onnantól kezdve nincs is más, csak te, az autó, az út, a navigátor, a hangok, meg még egy tucatnyi dolog. Apropó hangok. A készítők érezhetően igyekeztek ezen a téren is, úgyhogy ha már kimentek a pályákat feltérképezni, felvettek pár sávot az autók brümmögéséből, a driftelés zajából, de még a sár kocsira kenődésének plattsanása is bekerült a repertoárba. A navigátorok durmulása is jobb, mint a korábbi változatokban, és a motorhangok is jók lettek, úgyhogy le a kalappal. Bár a tesztből gondolom kiderül, hogy nem lett rossz játék a VRC 3, azért azt senki se gondolja, hogy már közel tökéletes. Kicsit mondjuk kínosan próbál trendi lenni az új pontrendszerrel és az ezáltali driftelgetést erőltető játékmenettel, de éppenséggel még fogyaszthatóan teszi. Ehhez pedig hozza a manapság menő talpalávalókat, amit ez esetben nem negatívumként említenék meg, mert a korábbi agyfosató dalamok helyett százszor jobbak a dögös muzsikák. A zsáner kedvelői jól elszórakozhatnak vele, de aki csak kocsikázni szeretne, az óvatosan közelítsen felé. A legjobb az, ha két szemszögből vizsgáljuk meg a cuccost. Egyfelől nem mostanság volt jó rallis játék a piacon, ami sajnos lehangoló tény, de így igaz. A másik pedig az, hogyha elvonatkoztatunk az előző részektől, és nem figyeljük azt a számos fejlődést, amin a sorozat végigment, akkor ez bizony csak egy kissé jobb az erős közepesnél, de mondhatnánk akár átlagosat is. Végül is mindegy, a lényegen nem változtat, de persze sokat javult a széria, és a kezdeti Milestone próbálkozásokhoz nem is fogható a harmadik rész, ami az előzményekhez képest isteni fényben tündököl, de benne van a levegőben, hogy ez még így is kissé gagyi. Ne értsetek félre, nem az a gagyi, amit kidobsz az ablakon, miután felégetted, nyársra tűzted, és még a kutyák is levizelték, hanem az a fajta, ami olyan sármosan gagyi. Egy próbát feltétlenül megérdemel, még ha csúcsot nem is fog dönteni, de az is biztos, hogy a VRC 3-nak van a legkomolyabb esélye eddig a szórakoztatásra. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!